15. alkalommal rendezte meg saját rendezésű mix röplabda tornáját a Dombovári Amatőr Röplabda Klub. Ez 15 éve már hagyományként minden évben, így év elején zajlik itt Dombováron. Idén 10 csapat részvételével zajlott a torna. Hát azt lehet mondani, hogy az ország minden tájáról. Tehát tényleg Zalaegerszeg, Szeged, Pest, Veszprém, Kaposvár, Dombovár, Pécs képviseltette magát a teljesség igénye nélkül. És úgy gondolom, hogy egy elég színvonalas napot, tornát sikerült összehozni. Az Egyesületünk 10 éves évfordulóját ünnepli idén. Ugye ez érdekes, hogy 15. alkalommal rendezzük a tornát, ez már az Egyesület megalakulása előtt is életre hívtuk, de maga az Egyesület az 12-ben létesült. Röplabda sport régen már Dombováron jelen volt, az 50-es, 60-as években, aztán feledésbe merült, és ezért is, meg már mi idősebb korosztály, ugye kezdünk kiöregedni, és fontosnak láttuk az utánpótlás nevelését, ezért 4-5 évvel ezelőtt elkezdtük a kisgyerekek toborzását iskolákba, főleg itt a városon belül. Ma már 65-70 tagot számlál az Egyesület, ami a gyerkeceket jelenti, és 15 felnőttel heti 2 alkalommal még mi is azért képviseltetjük magunkat. Úgy tűnik, hogy az utóbbi 4-5 évben a tevékenységünknek köszönhetően egyre népszerűbb lesz itt Dombováron is a röplabda. Sajnos Tolna megyében elég gyerekcipőben jár a dolog, bár Bonyhád kimagaslik azért itt a megyén belül, mert ott már nagyon-nagyon régóta megy az utánpótlás nevelés, és jó röplabdájuk van. Ezen kívül Pakson és Dombovárnak van egyesülete Tolna megyében. A 15. Dombovári Mix Röplabda Kupán a csapatok 2 csoportban kezdték meg a küzdelmeket, majd a csoportkör lezárultával a 3., 4. és 5. helyezettek a másik csoport azonos helyezettjével játszottak helyosztót. A mix torna elnevezés arra utal, hogy vegyes csapatok jelentkezését várták a szervezők, a kikötés annyi volt, hogy 3 fiú, 3 lány alkossa a társaságot. A résztvevők közül voltak olyanok, akik már évtizedek óta űzik a sportot. Ez a csapat különböző összetétele, tehát ilyen tucatnyi játékos körülbelül ez a baráti társaság, olyan 25 éve van együtt nagyjából. A napi szintű edzése sajnos nincs meg, hetente egyszer-kétszer sikerül, nem is így együtt, hanem mindenki saját lakóban, ugye sokfelé az országból jöttünk össze ez a csapat, és igazából hát most a jelenlegi helyzet van, adódóan nem sok torna van, szerencsére nagyon jó hangulatú versenyt tudtak a szervezők összeállítani itt a helyben, és nagyon szeretünk ide járni. Látszik, nagyon sok helyen van már jó utánpótlás képzés, és akit ez megfog, ez a millió, tehát ez a mix torna, az, hogy együtt lehet játszani jó hangulatban, akár 2 napos tornákon, ott igazából hamar beszippantja a fiatalokat, akik oda is szoktak körkölni azért most már nekünk, tehát elég jó meccseket tudunk velük játszani. A nap folyamán a 2 pályán összesen 27 mérkőzésre került sor a 15. alkalommal megrendezett Dombovári Mix Röplabda Kupán.